Tudja, tisztelt úr, hogy hány kuglók volt a tisztelt úrnak a kávéhoz? Szeretném
Hat! Egy, kettő, három, négy, öt, hat! Hat ugrok, tisztelt úr! Mi az, hogy lehetetlen? Mit teszi magát a tisztelt úr? Én nem akarok itt felkülönbséget csinálni, és rendőrt hívni, hogy itt botrány legyen, mert én nálam még soha nem volt felkülönbség. Én általában kerülni szoktam a felkülönbséget. Tisztelt úr, most fizet? Kis kávé, 6 kuglófot, és tisztelt úr távozik, és tisztelt úr, holnap egy másik kávécsoknokba megy reggelizni. De nagyság! Tisztelt urat, én figyelemmel kísértem. Tisztelt úr, tegnap reggel fogyasztott kis kávé 6 kuglófot, és fizetett kis kávé 1 kuglófot. Tisztelt úr, tegnap előtt fogyasztott kis kávé 4 kuglófot, és fizetett kis kávé 1 kuglófot. Tisztelt úr, azelőtt való nap fogyasztott kis kávé 3 kuglófot, és fizetett kis kávé 1 kuglófot. Tisztelt úr, akkor rossz napja volt, vagy a kuglófom nem smakolt a tisztelt úr. Kérem, nagyságot! Ne mondjon ilyenek! Tegnap előtt fogyasztott kis kávé 4 kuglófot, és fizetett kis kávé 1 kuglófot. Tisztelt úr változik, hogy tisztelt úr olyan, mint a felhő, mint az időjárás. Tisztelt úr, csak egy dologban következetes, hogy kitart az 1 kuglófnál. Tisztelt úr, 1 kuglófot fizet. De nagyságot, kérem! Ez hány kuglófot fizetnék nekem? Tisztelt úr, ez egy olyan dolog, hogy nekem ez egy nagyon rosszul esik egy ilyen személynek, amilyen én vagyok. Tisztelt úr, nálam minden fel van írva ebben a könyvben. Én csak azt akarom mondani, hogy tisztelt úrnak tudnia kell, hogy milyen szolid hely ez, ahol a tisztelt úr svindlizik a kuglófval. Svindlernek nevezett, bocsánat! Svindlernek! Minek tiszteljen a tisztelt urat, ha egyszer svindlizik? Tehát hogy mondhat nekem ilyet? Én egy úriember vagyok, nagyság, egy úriembernek mondja azt, hogy Svindler vagy. Én egy úrinő vagyok! De én úriember vagyok, nagyság! Ne tessék nekem már, hol van arra? Ne tessék ilyet mondani, nagyság! Jaj, hát Rozi megmondhatja, hogy én milyen úrinő vagyok. Rozi, gyere be lelkem! Jövök asszonyság! Itt vagyok, mint az úr, aki egy fél éve ide jár. Na, pontosan egy fél éve! Én tudom, hogy egy fél éve, na most kimehetsz, Rozi. Köszönöm, asszonyság. Megyek. Tisztelt úr, nem mért jó arra, hogy én a tisztelt úrral trafikálok, és a tisztelt úr előtt itt kikeljek magamból. És a tisztelt úr most fizet, kis kávé, 6 kuglófot, csak éppen a mait. Az annyi, mint kis kávé, az 7, és 6 kuglófá, 1 kugróf, az 6x4, az 24, az 31, és tisztelt úr veszi a kalapját, és a tisztelt úr távozik. A tisztelt úr nem akar fizetni? A tisztelt úr nem fizet? Hát akkor nem is kell az aranypénze! Nem is kell az aranypénze! Most! Most híve! Nagyság, kilőtt! Kilőtt, nagyság! Menjen ki, tisztelt úr! Igen, én is állva vagy. Semmi köze hozzá. Magának nincs köze
hozzá, hogy én árva vagyok. De én nagyobb árva vagyok, mint a nagyság, mert én régebbi árva vagyok itt. És micsoda egy zsebrendő az a tisztelt úrnál. Hagyja ide, de nem bírom nézni. Hát tele van a sarka piros cérnája. Így rongálják a zsebkendőket a pesti pucerájba. Rongálják, nagyság, az árváit! Hát miért nem szedik ki a tisztelt úr a cérnát? Eddig a mama szedte ki, nagyság. Jaj, nem bírom nézni az ilyen slenkiáncsát. Tessék, már visszatlatok! Neki fölgetettem, nagyság! Tisztelt! Mit bőv a tisztelt? Jaj, jó igazán! Kisztipált a csát! A mama miatt bőv a tisztelt? Igen, a mama miatt nagyjál! Tisztelt úr! Mikor halt meg a mamája? Már egy fél éve, nagysát! Azóta járt a nagysátot füstököl. Köszönöm. Azóta érít vissza a kuglófa. Nagysát, bocsássuk meg. Nem is akartam mondani, hogy milyen nagy kár az egy ilyen kis üzlettel, olyan nagy rezsivel dolgozunk, és éppen csak egy tisztességes kis haszonnal. Én nem akartam itt a tisztelt úr előtt erről beszélni, még azt hiszik, hogy engem izgat az az összeg, amit mi ezen a kuglófon itt fél év óta vesztünk. Nekem az teljesen idegen van. Nagysát, most sírnom kell, nagysát. Köszönöm szépen, nagysát. A tisztelt úr, ha a mama élne, igen. El se engedné itthonról. Nézze meg, hogy hogy néz ki az a mellék. Egy ilyen feje van gombolva. Hát eddig a mama gombolta, nagysát, amióta árva gyerek vagyok, magam gombolkozom. Árva gyerek? Igen. Hány évesen tisztelt úr? 52. De még nem vagyok annyi, mert csak októberben leszek. Nincs 52. És mi a tisztelt úr foglalkozása? Hát, nagysát, magánzó vagyok, privát vagyok, tudja mi a nagysát? A semmi nagysát, nem csinálok én egész nap semmit, járkálok a tárok meg, járkálok néha a ligetben leülök egy padra, aztán megállok bámészkodni egy kirakat előtt, néha felmegyek a várba és a sikló mellett kitűnökölök a kollerákra, és lenézek Pestre. A Patefonba szoktam járni, zenét hallgatni. Tudja, nagysát, ott, ahol a kagyót a fülébe dugja az ember. Nagysát, én egy vallomással tartozom, nagysát. Igen. Legyülhetek, nagysát? Üljön csak le. Köszönöm szépen, de előbb üljön le a nagysát is, tessék. Csak üljön le a tisztelt úr. Köszönöm szépen, nagysát. Tessék, beszéljen. Nagysát, én még kisdiák voltam, amikor a papa meghalt. A papa is meghalt. A papa is meghalt. A papával, meg a mamával még vidéken laktunk, nagysát. De amikor a papa meghalt, akkor felköltöztünk a mamával ide, Pestre. Én attól kezdve egy pillanatig nem hagytam magára a mamát. A mama jobban szeretett ide, mint a saját életét, és én jobban szerettem a mamát, mint a saját életemet. Én voltam a szemefénye, tejbe, vajba füröztött a mama, igen. És a Koszorú utcába laktunk, két szobát bírtunk, az egyikben lakott a mama, a másikban laktam én. A mama reggel mindig korán felkelt, és elkészítette a reggelit, behozta nekem a finom kávét, ilyen vastagon volt rajta tejföl, és a kávé mellett olyan fehér, puha és lágy kugló volt, mint a hó. Kugló. Igen. Hát is a baba sütötte, nagysát. Törölje meg a szemét a tisztelt úr, meg könnyezz. Még nagysát a hal? Mind a kettő. Kis kívánc, nagysát.
nagyság. Én úgy imádtam a kuglókot, én annyit tudtam megenni, amennyi csak belé fért, nagyság. Olyan jó volt. Hát vidéken sütött tanultam, mama, a kuglóksütést. Vidéken könnyű, tisztelt úr. Igen, én megettem 2-3 kuglókot, amikor bejöttem, mama, és azt mondta, hogy egyél, lajcsikám, ízlik a lajcsikám, mert engem úgy hívott a mama, hogy Lajcsi, de a keresztlevelemben az áll, hogy Alajos. És az én kuglókomról mi a véleményed, tisztelt úr? Úgy tapasztaltam, hogy nincs kifogása ellene. Nem ugyanaz, mint ami otthon, hogy én nem akarom megsérteni a nagyságot, de hát a mamának... Tisztelt úr, Pesten kevesebb vajjal készül a kuglóf. Pesten a kuglófot a pék süti. Pesten a kuglóf a csarnokba a péktől jön. Pesten nagyon drága portéka, ezt tisztelt. Nagyon ízletes van, nagyon édes. Én azt hittem, tisztelt úr, mikor először rájöttem arra, hogy 3 kuglókot tetszett fogyasztani, és csak egyet fizettem, hogy a tisztelt úr szórakozott. Hát én nem is szóltam egy szót sem, mert egy kicsit hízelegve éreztem magamat, mert amikor a tisztelt úr fizetett, akkor úgy vettem észre, hogy egy kicsit hosszabban néz rám, és másként, mint szokás. És amikor a tisztelt úr elment, és én utána néztem, hát nem volt ellenemre a dolog, és én megmondom őszintén, én akkor merengtem. Merengt nagyság. Merengtem. És? Igen, mert én szoktam merengeni. Lozi, gyere be lelkem! Tessék azt! Hozd be a munkának! A munkát? Ja, a kézi munkát. Hozzon, asszonyság! Parancsoljon, asszonyság! Egy kicsit diskurálok a tisztelt úrral. Jaj, de jó! Na, diskuráljunk egy kicsit! Készen van? Úgy persze, már elmosogattam, a konyhát felmostam. Na, nem kérlekem, most fel még egyszer. Elegy, Lozi! Jó. Felmosom még egyszer. Mit hím ez a nagyság? Egy kis futót a kirakatba tesszük. Erre kerül már egy a friss, finom kugló. Milyen szép idő van odakint. Igen, akkor is ilyen szép idő volt. Hogy tele vannak a villamosok. És én merengtem idebe. Mert én szoktam merengeni, tisztelt úr. Ilyenkor nincs vendég, és olyan csendes lett az üzlet, és ilyenkor lehet igazán szépen jól meleg. És én a tisztelt úrra gondoltam, és arra, hogy nem mai gyerek. És olyan szolidan néz ki, és amikor utána néztem, akkor azt gondoltam, hogy édes Isten. Azt gondoltam, hogy nagyság. Édes Istenem. Igen, tisztelt úr, azt gondoltam, hogy édes Istenem. És nem is szóltam az észrevételemről, Rozinak se, pedig másnap is észrevettem a tisztelt úrnál a tévedést. És arra gondoltam, hogy hagyom magát továbbra is ülni, és élvezni, és szórakozottnak lenni. Én észrevettem, hogy a tisztelt úr szereti az étszlapokat. Ja, nagyon szerettem a viszlapokat, nagyság. Rozi! Jön a asszonyság! Vigyem ki ezeket? Jó, kinyisztem. És én vártam, hogy a tisztelt úr egy reggel majd nyilatkozni fog.
hát nagyság. Hát, mit csináljak, nagyság? Én nem tagadom, nagyság. Én is olyan boldogan elültögéltem itt a nagyságnak, mert olyan jól éreztem itt magam, mert én olyan árva voltam, nagyság is. Őszintén bevallom a nagyságnak, hogy néha még sóhajtottam. Sóhajtottam? Vigyel, nagyság, sóhajtottam. De sose szólt a tisztelt úr, csak evett nap, mint nap. Ette a fuglófogat. Mit csináljak, nagyság? Megszoktam a mamánál. Aztán akkor kezdtem kiózanodni, tisztelt úr. Ne tessék törődni vele, nagyság. Mikor a mama meghalt, akkor annyi kis pénzt hagyott rám, hogy én abból így az, hogy de szolidan elérdekélhetek. Mondom, nagyon szűkösen. Reggelire egy kis kávé, egy kugló, ebédre valami kis fehér leves, főzelék feltéttel, egy kis tészta, egy deci tele szódával, vacsorakor pedig elmentem a henteset, és kértem vagy egy kis szafalábét, vagy egy kis tepertőt, egy darab kenyér, egy zöld paprika, kiírt, nagyság, kiírt, ennyi az egész. Csak a kuglófnak nem tudtam ellenállni. A kuglóf volt a gyengém, nagyság, a kuglóf volt a betegségem. Bocsásson meg nekem, nagyság! Bocsásson meg! Majd csak valahogy helyrehozom a dolgot! Majd csak valahogy nem fizetem! Én egy utolsó gazember vagyok, nagyság! Egy kis virág vagyok, nagyság! Neten, tisztelt úr! Keljen fel, tisztelt úr! Összevizgítja a nadrágját! Nem, mert letettem a zsebkőt! Tisztelt úr! Nagyon nagy fájdalmat okozott nekem! Én csalódva lettem a tisztelt úr által! Felegyel, macsám, az élet egy nagy csalódás, macsám. Mint ahogy a költő mondja. Mint a játszi csermely a hegyről a völgyöket, tavaszi napsugár az ágon, a barátság hűzálogát szívedben. Légy boldog! Milyen gyönyörű költemény. Én és soha életemben nem gondoltam, hogy nekem egy ilyen fellépésre leszek készítve, mint a mai fellépésem a tisztelt úrral szemben. Mert a tisztelt úr nem ismeri az én személyiségemet, én nem vagyok pestérő. A tisztelt úr nem tudhatja, nincs informálva az én múltamról. De Rozi megmondhatja, hogy Rozi, gyere be lelkem! Jövök, asszonyság! Rozi, mondd el a tisztelt úrnak, hogy hol értünk mi az urammal boldogunk, mint a dalapok. Budán! A Retek utcában éltünk, olyan gyönyörű volt, olyan boldog. A Retek utcában? Nagyon szép utca. Egyszer sétáltam a De mi ilyen gyönyörű utca? Ha egy csoda lelkem, ki mehetsz? Milyen szépen hímez a nagyság. Találja, tisztelt úr? Igen. Rozi, gyere vissza lelkem! Jövök! Rozi, ugyan milyen boldogok voltunk Budán? Jaj, ott voltunk, mint csak igazán boldogok. Én nem hiszem, nagyság, kérdőre. Rozi, ki mehetsz? Én elmondom. Rozi, ki mehetsz? Eredet. Ja, igen, a boldogság. Mert én mindig a boldogságra gondolok. Akkor is, amikor munkálok, akkor is csak a boldogságra gondolok. Arra, hogy legyen egy szép kis cukrászdám, ragyogjon bennem minden. Finomul a úrfiak járjanak oda, és csend és béke legyen, és örüljünk ketten a szép üzletnek valakivel. Egy hozzám való férfi volt, tisztelt úr. Hogy milyen igaza van a nagyságnak. A boldogság. Ez az. A boldogság. Én a
amíg a mama élt, én nagyon boldog voltam, nem is tudtam róla, vagy hát nem figyeltem, de ez olyan természetes volt. De amióta a mama meghalt, nagyon sokat gondolok rá. Igen. Nagy hát, mit szól a nyakrendőtűhöz? Milyen? Nagyon sikeres, tisztelt! Igen, van monokin is, nagyság, de csak vasárnap szoktam viselni, amikor végig sétálok a Stefánia úton, na? Ilyen a sár! Tisztelt, mindenki igenli! Igenli! Igenli, hát mondjam, nagyság! Igenli! Igazi haja az a tisztelt úr? Ez a... Nem paróka? Nem, de hogy hát... Lehet, hogy úgy néz, hogy paróka meg lehet fogni. Nagy hát, csak tetszik tudni, egy kicsit megszürkült. Én nem is tudom, hogy hogyan történhetett, de egyszer csak szürkült. Az nem baj, tisztelt úr. Nem? Én csak a kopasz fejet nem szeretem, meg a parókát tudom. A tisztelt úr, ha tudná, hogy mennyi urak vannak a parókával járnak, a betett fogak. A nagy hátnak betett fogsora van? Nekem, tisztelt úr. Nekem nincs egy betett fogam sem. Megnézhetik. Itt egy lyukas volt. Volt. Azt lombálták. Egyszer kiesett belőle a plomb, akkor cúgot kapott, jaj, már megőrültem. Na de azóta nem érzem, tisztelt. De most már nem fáj a tornacsán, ugye? Nem érzem. Hát nekem meg... Nekem meg túl szeme van, macsát! Itt ezen a kis ujjam van, macsát! Meg a jobb lábamon is, ott is a kis ujjam van, macsát! Nagyon szenvedek! Jaj, ne is kezdjék kérdezni, macsát! Nem lehet szavakkal kifejezni, kérem! Ha ráháznak, akkor egyenesen karikát hány a szemem! Én már egy néhányszor elmentem a fürdőbe kivágatni, de soha ne vágyják ki tisztességes a macsát! Azt mondják, hogy a tyúk szem vágottnak is kell élni valamiből! Na, most tessék megmondani. A nagyhádnak nincs tyúk szemem? Nekem, tisztelt úr, nekem sose volt. Rozi, megmondhatja, nem Rozi! Hisz a nagyhád nélküle is. Hányas cipőt visel a nagyhád? 35-ös. De ez a cipő, ez nagy. Igen. Na fogja meg a lábad bennem, tisztelt úr. Igen. Ó, nagyhád, nem is olyan nagy ez. Tisztelt úr, nekem őt? Nekem 45-ös macsát beszélt! Az férfias! Istenem! Nagyhát! Milyen szép gyűrűje van a tisztelt úrnak, mutassa! Ez családi örökség. Nagyhát nagyon a papától örököltem, tetszik a nagyhádnak. Jaj, nagyon szép, nagyon nobel. A szép vonás a tisztelt úrtól viselni egy családi kívül. Igen. Nem akar lejönni. Mi állatba se jön le, tisztelt úr? Ne tessék törődni vele, nagyhád. Tessék hagyni. Tisztelt úr, nem tudom. Mi legyen? Nem baj, tessék csak hagyni nagyhád azt a gyűrűt. Hogy hívják a tisztelt urat? Engem Alajosnak hívnak, de csak a keresztlevelemben a mama mindig úgy szólított, hogy Lajcs. Tehát ez az Alajos... Az nagyon komoly, tisztelt. Ó, nekem mondja a nagyhád, hogy milyen komoly. Én nem is érzem magam Alajosnak. Én félek minden Alajostól. És a nagyhádnak mi a becsületes, tisztességes neve? Én Fanni vagyok, de otthon Fánika voltam. Fánika. Segítsen a tisztelt. Gyönyörű, szép név, Fánika. Olyan édes, olyan meleg, mint a jó kugló. Segítsen, tisztelt. Tessék, hagyni Fánika nagyhád. Majd napközben lehúzom valahol, jó. Majd reggel visszaadom. Igen. Tisztelt Lajoska úr, tisztelt Lajcsika, Lajcs.
Köszönöm, nagyság. Hát reggel, akkor ez azt jelenti, hogy jöjjek reggel. Jöjjön, lánycsika. Köszönöm, nagyság. Köszönöm. Majd visszaadom. Ó, tessék hagyni, nagyság. Ne is tessék visszaadni, nagyság, hogy mondjam inkább csak azt, hogy fájik van. Mondja csak azt, hogy fájik. Ó, fájik van, nagyság. Istenem, én nem tudom szépen, hogy kell mondani valamit, mert én árvagyedek vagyok, nagyság, és én úgy szeretnék rendes ember lenni, fánika, nagyság. Nem kell visszaadni azt a gyűrűt, tessék csak hagyni fánika, nagyság, tessék csak hagyni, nem kell visszaadni, holnap se, a holnap után se, mikor? Szerzás, se, csütörtökön se, meddig? Amíg él. Még örökre, nagyság. Még örökre, nagyság. Mint a játszi csermely, hegyörül a völgybe. Vigyázzat, beláttam, tisztelt úr! Tavaszi napsugár az álmon. Ó, behúzzuk a virangot egy kissé. A barátság zálogál szívemben. Boldogság! Légy boldog, eljárt. Hát a konyhát is
megnézzed, jó? Egy kis délebédről van a töltött káposztában a tűzön. Na, legyen egy nap. Aztán mondja, mindig errefele sétál ebbe a gyönyörű tűzoltó arcukba, amikor a széket bezárta. Hát igen, járok erre és arra is, meg aztán a sétál ilyen arcukba, aki nekem van. Nem igaz, édesem? Á, bizonyám, és mondja, humbarták ezt a gyönyörűséges tűzoltó arcukba. Ez Debrecenbe? Német Szabó munkája ez? 50 forintot pengettem én le a Német Szabó asztalára, bizony. Ezért a sisakérben külön 10 forintot. Sok szép pénz, a? Hát aztán mondja, nem így a fejbe? Én megsajnáltam a tűzoltóságot. Mondtam, nagyon nyomhatja a fejüket az a politúros fazi. Ugyan már, nem is érzem. Olyan, mintha főzető lenne. Na, ugyan bizony, próbálja már fel, édesztőt, hogy... Majd egy vaskurát csinálunk magamból. Ugyan, ha, hát próbálja már meg, ha eszem azt az akácvirágot, egy kicsit szentjét. Na, nézzük, hogy áll a fej. Na, tartsa már a kicsit fejecskét. Ilyen csicsár tűzoltó, ilyen még nem volt gyerecskének, igen. Önkéntes tűzoltó egyet szalutálj, most fel a háztetőre! Ajj, vaj, ilyen tűzoltóról álmodtam én, amikor kigyulladt az én szerelmemnek tanyája. Hey, azóta beállt egy patak csukkal. Istenem, de visszafizetnék én most ez a lába sisak alá egy pár vederrel a boldogját a piros pünkösdi kicsi szájának. Jaj, de huncut ember, jaj, de huncut ember, huncutság van ebben a sisakban. Aztán azt mondja meg, hogy merre fele szokott még járni, a tegnap este merre jár? Ó, de hogy milyen kíváncsi! Mondja csak meg az igazat nekem, hős lélek! Tudja azt a maga nagyon jól, édes szép asszonyom! Ez alatt az ablak alatt jártam! Miről beszél? Színét se láttam magának se tegnap előtt! Hát amikor nem lépte neki saját kezüleg, akkor is csak ez alatt az ablak alatt lépted az én gondolatom. És itt könyöklök befelé, csodálkozok, hogy ilyenkor ősszel, ilyen két szép teljes pasarózsa virágzik, mint a makácska irulatos arcája. Jó estét, adjon is! Jó estét! Na, hová? Hová megy? Hová? Igen. Na, megyek a kocsmába. Kocsmába? Vannak még jó emberek a kocsmába, majd csak szedd a kocsmába. Itt van egy ötös, ígyük egyet az egészségemre. Na! Látom, nem csak a kocsmába vannak jó emberek. Isten fizesse meg! Magának is. Viszontlátásra! Isten áldja! Erő egészség! Mészáros gazda, özvegy, karácsony jeremiásné ablaka alatt árcsolok. Ugyan már, hát már az is nagy bűn, hogy az ember megáll tisztességgel köszönni. Ugyan már, ne foglalkozom vele, hanem itt van úgy ez a szegény ember. Hát mit mondjak, édes szép ifi asszonyom, én is pont ilyen szegény ember vagyok, mert ha azt mondom én magamban, hallod, ez kétségesen. Hogy te most idekint állasz, és úgy nézel oda befelé, ahelyett, hogy oda bevárnál, és úgy néznél idekint. Hogy tudod ember? Hát hogy ne tettem volna azt, hogy... Na te meg ne törjenek azok a tojások, vigyázz! Aztán el akartam menni a testvéremhez máskor. Igen, elasszonyom. Na hát elmehetsz.
Majd én behozom a vacsorádat. Köszönöm. Te, gyere csak vissza, te 11-ig elmaradhatsz, de aztán itt hol legyél? 11. Jó szakát? 11 után mi nem maradj, te? Na, eredj eszi, beszi. Ha én denevérnek születtem volna, akkor én ezen az ablak... Kívül tágasabb! Engem senki, csak az én nagy jó Istenem odafett a népbe. Jaj, mert ha azt valaki meglátja derecskén, hogy maga bejött az özvegy Karácsony Jeremiásné házába, jaj, kicsi uram, ha azt valaki megtudja. Na, foglaljon helyet. Köszönöm. Tudja, hogy amióta az én uram, a boldog Karácsony Jeremiás meghalt, azóta én ebben a szobában, sötétedés után férfi emberrel nem voltam. Mondtam már, hogy jöjjön le. Krisztián. Én szentasszony vagyok. Hát elég nem szép magától. Mondom, elég nem szép magától, hogy a jóra való férfi nemzetet epekedni hagyja. Istenem, hányszor epekedtem, imádkoztam magam, hogy az én nagy mosolygós Istenem csak egyszer engedné meg nekem, hogy így... El te mondja azt a csúnya imádságot, nem még az úr haragját? Na, lámpát gyújtok. Ó, maga is mindig olyasmiket csinál, amit nem kéne. Még hogy lámpa világ. Ó, nagy mamlasz lámpa. Egy sebb spiritus volna benned, akkor nem gyulladtál volna meg. Tehát a petróliumnak nincsen spiritusza. Ó, hogy milyen szép itt magácskánál. Ez a pingált ágy, na meg ez a lába, haha. És ez a finom szag, ez a finom illat, bacsarikom, és ez a szép. Hát a szép asszony szó. Na, ne, vigyázzon! És itt van ezek a friss cihák itt. És ez a maga méltóságos, felséges, nagyságos, magasságos vetett ágya. Ebbe melegszik az a harmatos szép fehér tulipán teste, akit nekem elmondani! Csiba, te! Na! Vigyázzon, kicsi gazda lelke, mert megharagszom, hűrőd a szépen vissza, mert kizavarom a házamhoz. Na, az én kis vacsorám meg elfő oda kéri. Siet maga? Ha nem siet, várjon meg, mert visszajövök egyszerre. Én, hogyha császárnak hívának végzve, akkor se siet. Hát akkor várjon meg, mert jövök. Mindegy, azért fekszünk hozzában, hogy jobban férniek hozzáért. Megint mit állom magát egy kis délevédről való töltött káposztát? Jaj, micsoda fájén gőze, amit a nyál is összeszaladt a nyelvemen. Mondom csak, ez a kis délevédről való kódus töltött káposztában, hanem egy kis rossz bor is kerül hozzá. Rossz bor? Na köszönöm a szíves invitálást! Hát akkor szépen nekivetkőzünk. Hát akkor kiugrok azért a kis rossz bor. Jó, csak ugorjuk. Hát, kérdezzem, ha valaki most azt kérdezné tőle, hogy akarsz-e te valami jobb helyre kerülni, mint azt gondolnám, hogy dehogy akarod én jobb helyre kerülni ezen a híres szép nagy Magyarországon? Jó, Jöni, na, hát lássuk. Felsége, mit mondjak magátának? Valami felségesen a költött káposzta. Pirított riskásával, sóval, bocsal, majoránával, fakadjával szokom a költött káposztát főzni. Azt nyakorod ő paradicsomével, egy kis tejföllel, így szoktam. Na. E hát közepébe egy zászló büntessék, aranyjal
szíves gazdasszonyát, Pankoló bátyjától töltse meg udvarát, s piros pünkös napján hozza fel szép napját. Egészség! Egészség! Tudja? Ez szép volt. Édesztény Iliatoni, mit szeretek én? Szeretem én. Jó, finom, sárga, gyúk húsleve. Jó, tojássárgával, petrezselyemmel, zellemmel, hatával, háromszi pokanyával, sóval, borssal úgy szoktam főzni. Na megálljon, főzök én egyszer magának egy olyan gyúk húsleve. Egészséget. Aztán, mondja, kedves Kircsi gazda, miféle sarzsi maga a tűzoltóságnál? Én? Az én parancsnok vagyok, őrmester, létre vezető. Nincs is nagyobb sarzsi nálamnál az emberek közterestén. Csak hát a tisztadában kollégium kell adni. Sok szép tűzoltók, amikor itt masíroznak a gyep felé, jaj! Az a sok szép tűzoltóság. Én katona voltam, én tüzér voltam. Amikor belveszem ezt a szép tűzoltó acsukat, akkor mindjárt úgy kezdek ellépkedni, mintha katona lennék. Hát láthatja, itt van a három rozetta a karomon. Hiába, meglátszik az, hogy ki volt katona. Na, kerüljön a pohár! Egészségünkre! Jaj, édes szép asszonyom! Édes szép ifi asszonyom! Gyönyörűséges kerti violám! Ó, hogy eszem azt a barna piros gyönyörűséget! Jaj, és a fal! Jaj, és a lócsi!
jó vacsorát nyerni! Szép asszonytól. Szép asszony? Ha vagyok? Hát az igény,
Istennek az ilyen nőstény állatja részi rossz ösvényre a férfi embert? Meg vagyon írva Ézsaiás próféta könyvében. Én nekem özvegy karácsony Jeremiásnak 50 köböl földem van, zsindelyes házban lakom, 1000 pengő forintom fekszik a népbankba. Nekem Ézsaiás próféta se mondja, hogy én östény vagyok, mert én úgy vágom a fejébe azt a cirát, hogy menjen neked ki! Én vagyok a rossz, én vagyok a gyehennára való. Mert olyan firnajszos, fekete bajszom van. Mert vagy asszony az ember, vagy nem. Aztán itt van az asszony mellett ez a huncu, csillagos tűzoltó, gyújtogató. Mindjárt leharapom az orrát. Nem bánom. Édes szentem, csak így kezdje, alá be köszönhetően szép Ernő líráját élvezhettük. Csak hogy ennek a mai estének van még egy vonzata. Négy lelkes művészetbarát, Varga Tibor, Ósenikő, Szemeti Babi és Szemeti Péter kereken 20 esztendővel ezelőtt életre hívták a Thália Stúdió magyar színkört. És hogy ez a társulat mennyire életképes, ez bizonyítja mai este is.
Na de mit jelent az, hogy ők most 20 évesek? Nyilvánvaló, hogy jövőre 21 évesek lesznek, vagyis nagykorúak. Ha pedig nagykorúak lesznek, akkor Enikő, aki jelenleg kiskorú, ugyancsak nagykorúvá válik, és elmehet Las Vegasba szerencsét próbálni. Ha szerencsés lesz, akkor egy zsák pénzért tér vissza, és amennyiben egy zsák pénzért tér vissza, akkor nem kétséges, hogy jövőre nem itt a Madrid Seattle-ben találkozunk, hanem esetleg a Dorothy Schember paviljonban, vagy akár Madrid.